Jó reggelt kívánok mindenkinek! Szeptember 18-án, szerdán reggel. Biztonságos néni megjött. Az a meghát kategória. Nem kicsit, nagyon. Nem tudom, hogy meg tudom-e mutatni. Jaj. Jó. Biztonságos néni. Olyan biztonságos lenni, mint állat. Az biztos. Maradjunk ennyire. Na jó. Sok munka máma nincsen. Tegnap megszakadtam a melóba. Mi kiástam azt az ártot ott a fal mellett. Ott a lemez mellett. Kiástam azt az ártot. Ott ittem meló bőven tegnap. Ő a biztonságos néni. Nagyon biztonságosak vagyunk. A korlát is körbe van korlátozva. Az a helyzet. Na jó. Nincs gépkezelő. Mindenki gépkezelőt keres, meg egyéb melósokat is, de főképpen gépkezelőket, ácsokat, állványozókat, grand földmunkásokat, mindent keresnek. De gépkezelőből mostan, azt hittük nyáron, hogy a gépkezelőket kerestek, hogy a szabadságolások miatt, de most már nincsen szabadságolás, mert szeptember közepén járt, azt meg ugyanannyi gépkezelőt keresnek. Naponta 20-30 dobnak fel, még soha nem volt ilyen egyébként. Hát, hogy ez mire futja ki magát, nem tudom. Nem tudom, hogy mire futja ki magát. De nagyon sok gépkezelőt keresnek. Látom, betonozás lesz, mert a srác öltözik be fehér ruhába. Öltözik be fehér betonozó ruhába itt a fiú a gém mögött. Betonozni fogják ezt, amit tegnap kiszedtem, meg fogják betonozni mindjárt, itt a vibrátor, itt lent ez a tűvibrátor. A daru fogja beemelni majd ide a betont. Belemegy vagy egy négy konténer biztos. Belemegy. Nem tudom, hol volt az indiánok, betonozók. Tegnap nagy betonozás volt, már ma nem jöttek, hogy mi a fasz. Tegnap nagy födék betonozás volt. Itt fölül valahol betonoztak.
Már is jött a beton. Már is jött a beton. Megértek alaposot a Daru segítőknek a főnöke. Ugye Daruval, a Daru-sal adóvevővel tartják a kapcsolatot, itt van az ember, aki elnyitja őt, itt jön most. Ő irányított Daru. Tovább emelje a beton. Vannak ketten vagy hárman ők, ilyen Daru segítők. Azoknak a főnöke, az a fekete kalapos, fekete sapkás ott a korlát mögött. Ez már itt az én főnököm, az a szakállas. Rendelned kell egy telefontartót, mert ez letérdez. Egy olyan fasz a kis tartót, egy mágneses tartó. De hát megadta magát a tapadókorunk. Ez bizony megadta magát. Hát ezért kell egy másik. Ezért bizony kell egy másik. Na be is megy az Amazonra, aztán nézek valamit. A nyugodtságban. Délután kiszedtem itt egy kis betont, ebből a széles, ez a gerendát hozzák majd tovább, azt a beton gerendát hozzák majd tovább, kiszedtem a betont, aztán ami volt az aljába, úgyhogy nyugodtságban rendeltem telefontartót, majd látjuk milyen lesz. Az a baj, hogy rengeteg olyan telefontartó van, ami teljesen jó lenne, de csak függőleges, vagy pontosan vízszintes platformot rátenni. És nem tudom ide rátenni, hogy függőleges legyen, elrájon, és telefont rápattintom a mágnesre. Olyan van csak, amelyik vízszintes, vagy egy nagyon enyhe fel, mint egy autó műszerfala, vagy a műszerfal tetejére lehet rátenni, és rátenni a telefon. De hát az nekem nem jó, mert az itt függőleges. Úgyhogy, hát, meg hát rövid legyen. Tehát nem jó, hogy ilyen teleszkópos, kiúszható, behúzható,
mert az annyira fog ráztódni, hogy nem bírja a gép ráztódását, bár jó ráztódási lapítás, de az azért túl sok neki. Tehát rövidnek kell lenni, így, és valamennyi állítási lehetőségnek is, meg tapadó korongosnak. Csipeszes is jó lenne, de olyan sincsen, ami csipeszes és ilyen állapotban van. Úgyhogy, na mindegy. És rendeltem egyet, olyan hasonló, mint a régi. Kicsit nagyobb tapadókorongra, majd holnap megjön a Amazontól. Aztán majd meglátjuk, mennyire bírja a gyűrődést. Úgyhogy... Szerintem ezt lefogják már mennek az alját betonozni, egy ilyen szerelőbeton tesznek rá, egy 7 centi betont. 7-10 centi betont, aztán holnap lehet jönnek a basszert, és a basszerelést ráteszik, bezsalózzák, aztán ki kell önteni betonnal. Ez van. Ez most a csapás irányom. Holnap vissza kell menni a másik gépre, a kis gépre. Van valami védőcsőnek, ki kell ásni a helyét, 30 cm mélyen. Állványozók már dolgoznak, már felállványoztam hátul, ahol én is volt. Először kezdtem, ott hátul voltam, ott már felállított az állvány. Fel van állványozva. Ahol voltam. Na mindegy, hát ennyi. Tegnap a hegesztő ember, vagyis akit vágta itt a lemezeket, bővítette meg a lyukakat. Ugye itt egy vasalgerenda lesz. Egy ilyen L-alakú vasalgerenda, ilyen fotkával, hogy a vasalásra beleférjen. Ez így. Hol is mutattam? Mutassam. Hol van? Itt látszik dolog. Hogy ezért kellett kívánni, hogy a vasalás át tudja rajta menni. Ezeket megmozosítani a kiállt. Ezért kell megmagasítani a lukakat, a bosszalás ennek át tudja rajta menni.